Jó estét, kedves urak, hölgyek! A ma esti maflásba most a változatosság kedvéért most egy hölgyel beszélgetek, mert eddig rengeteg pasival történt a különböző beszélgetés. Szeretettel köszöntelek. Szia. És a, a, ebben a műsorban az a szokás, hogy a vendég mutatja be saját magát. Hú, akkor neked nem sok dolgod lesz. A lesz, lesz. Lesz. Ki vagy te valójában? Hát sokszor már magam sem tudom. Klenár Gabriella, a lánykori nevem, a művész nevem pedig Bébi Gabi, amit nagyon sokszor szerettem volna elhagyni, már, mint a bébi jelzőt, de annyira rám ragasztották, hogy nem sikerült. És ez a Baby Sisters lánycsapatból, amiben kezdtem annak idején 1996-ban, onnan jött mindenki. Baby Klári, baby, baby én voltam a Baby Gabi. Hát ez akkor még jó pofa volt, most már így 43 évesen nem annyira, de hát így ismernek. Uh -huh. És ki vagy te valójában? Hát én egy nagyon érzékeny, lelkületű hölgyemény vagyok. Egy olyan hölgyemény, aki aki nagyon uh, sok mindent a szívére vesz, nagyon-nagyon uh, sok mindent igyekszem úgy uh, alakítani az életben, hogy, uh, hogy uh, szeretek megfelelni mindenkinek. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy uh, hogy egyetlen egy dologra nem igaz ez a megfelelés, mindig olyan zenét uh, énekelek, vagy mindig olyan zenét... Uh, csináltam, ami, ami tetszik nekem. Tehát soha nem mondták azt, hogy figyelj, most már pedig ezt a dalt el kell énekelni. Igyekszem jó anya lenni, igyekszem jó feleség lenni, a munkában nagyon-nagyon magasra teszem a mércét, tehát azon kívül, hogy énekelek, azért dolgozom is. Nagyon pedáns vagyok ebből a szempontból, tehát annyira próbálok mindent a lehető legmaximalistábban ö, megcsinálni, hogy, hogy, az már néha fájdalmas. És ebben azért sokszor, sokszor beletörik a bicskám, de csak azért, mert elfáradok. Pont ez jutott eszembe, hogy, hogyha így nagyon sok szerepet igyekszel maximálisan is jól megcsinálni, hogy ez nem túl fárasztó. De nagyon fárasztó. De, és ö, sokszor érzem azt, hogy ö, régen, ugyebár senkinek nem árultam el azzal a titkot, hogy volt egy nagyon-nagyon nehéz időszakom az édesanyám halála után, ami mély depresszióval párosult, ö, ilyen pánikszerű szerű ruhamokkal, és ö, azt sem titkoltam soha, hogy te voltál az, aki annak idején kihozott ebből, és azóta egy nagyon kemény mélypont volt. Hat évig szedtem a gyógyszereket, és ezt sem titkoltam soha, mert én vagyok az élő példa arra, mert sokan megkerestek, hogy de hogy sikerült letennem. Hát mondtam, hogy volt egy nagyon jó segítségem, de akkor én megfogadtam, hogyha egyszer még egyszer érzem azt, hogy, hogy valami nem oké, és hogy, hogy, érzem a szervezetemen, hogy pihenésre van szükségem, akkor begyomom azt a gombot, lehalkítom a telefont, és nem csinálok az égvilágon semmit, csak kirándulok, csak, de leginkább befekszem az ágyba, és sorozatot nézek, mert három napig, mert az kikapcsol. Tehát ez az igazán nem csinálok semmit, ez azt jelenti. Na most ez működött is nagyon-nagyon sokáig, de aztán ugye bár megismertem a férjemet, hát már ez sem mosolt, jöttek a gyerkőcök. És azért itt ismered a reklámot, anya nem lehet beteg, anya semmi, tehát anyának mindig ott kell lenni, és van segítségünk hála az égnek, de nagyon kevés. Tehát most már ez nem úgy működik, hogy megnyomom a gombot, és akkor pihenek, amikor akarok, ezt sokszor érzem, hogy, 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 így viszont már nagyon sok, hogy hétközben a gyerekek, hétvégén fellépés, és akkor még jött ez, a, ez az elmúlt két év rossz időszak, ami, ami, megint csak sokszor nem segített, mert úgy gondolom, hogy nagyon szépen átvészeltük. De az első lezárás, amikor játszóterekbe voltak zárva, maradj otthon, alig mertünk lemerészkedni a gyerekekkel egy, egy sétára, azért ott a 46 négyzetméteren két hónapig lekötni a gyerekeket, két örök mozgó kisfiút, az, a, a, az néha, néha, embert próbáló volt. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Azon filóztál le, hogy ez a, a, megfelelési kényszer másoknak miért van? Miért alakul ki benned, és mi ebben neked a jó ebben? Ez olyan érdekes, mert például a, 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 amit mondtam, hogy a szakmámban, tehát hogyha most készítettem egy lemezt, ez volt a kilencedik lemezem, ö, senkinek nem szeret, már bocsánat a, a, azoktól, akik megveszik, ő nekik pont, a rádióknak, tévéknek én nem szeretnék megfelelni, én ezt szeretem, ezt a zenét, a szövegeket együtt írjuk, tehát az én érzéseimet tükrözi. Én nem ebben próbálok megfelelni. A fellépéseken azért több ezer fellépésen túl vagyok. Ö, ott nincs megfelelés, mert tudom, hogy fölmegyek, és szeretnek az emberek, és ez, ez tényleg így van. Én nem ott akarok megfelelni, hanem minden másban. A, én inkább azt mondjam, magánéletemben szeretnék megfelelni, meg nyilván a munkában, tehát egy lemezkiadónál dolgozom, én, én szeretem azt, amikor azt mondják, hogy igen, jól végzi a dolgát. Igen, pontos. De te ezt nem érzed belülről? De, érzem. De, De akkor attól, miért mink... fontos a visszajelzés? Például jól végzed a munkádat, és a másik azt mondja, hogy Gabi, ez nem jó. Te melyiknek hiszed? Mm, a másiknak szoktam. hiszel? Nem, nem szoktam olyat csinálni, amiben tudom, hogy... Tehát ha, ha olyan feladat van előttem, amit, amit tudom, hogy, hogy az, az nem nekem való, és megvan annak az esélye, hogy esetleg nem nem, nem felelek meg abban a típusú... Azt nem vállalom el. Mindig csak olyat vállalok el, amit tudom, hogy száz százalékig meg tudok valósítani, és meg tudok csinálni. 43 éves korodra, mint mondtad túl, vagy rengeteg fellépésen, nagyon sok embernél, o, embernek okoztál örömet. Van két örök mozgó fiad, férjed. Jól vagy a bőrödben? Igen, egyébként. Fáradt vagyok. Van rajtam egy általános fáradtság, de, de hogy mondjam neked, hullámzó, tehát nagyon hullámzó. Én abszolút elégedett vagyok azzal, amit idáig elértem. Tehát nagyon szerettünk volna egy gyermeket, úgy döntöttek fönt, hogy, hogy kettőt küldenek, és ezt erre is azt mondtuk, hogy hát azért küldenek kettőt, mert tudtuk, vagy tud, tudják, hogy meg tudjuk oldani, és ez így is van, meg, meg tudtuk oldani. Amúgy is terben volt, hogy, hogy, hogy kettőt szeretnénk, Na most ez mázli, nem mázli, ez mindenki, tehát hogy egyszerre érkeztek, úgyhogy akkor itt hát azért elég későn szültem, úgyhogy valószínű, már három-négy évre rá nem biztos, hogy szültem volna még egyet. Jól vagyok, tényleg, tehát hogy boldognak érzem magam. Ö, mindenem megvan, am, a, a, amire nekem szükségem van, most itt ne anyagi javakra gondolj, mm. hanem, hanem hanem tényleg minden, de, de hogy nagyon, nagyon fárasztó az élet. Mm. Nagyon fárasztó, és azért ez a helyzet, ami most itt kialakult, meg az egész világon, ez abszolút nem könnyít ezen. Mennyire mm. vagy bátor nemet mondani? Ö, mire gondolsz? Bármire. Ankor abszolút. Abszolút. Mm. Tudok nemet mondani, és szoktam is. A fia is? Szóval hogy ne? Hogy ne? Igyekszünk őket azért ö, ö, úgy nevelni, hogy, ö, hogy, hogy, hogy tudják, hogy, hogy mi a határ. Tehát ö, m, amikor az ember szeretne gyereket, vagy egy pár szeretne, gyereket, vagy gyerekeket, akkor mi az első? Elképzelik, hogy milyen szülők lesznek. Hát nyilván annak a fele nem valósul meg, mert ahhoz kell a gyerek is, aki, aki éppen olyan, mint amilyet mi elképzeltünk, és akkor jönnek az buktatók az újratervezés, hogy na jó, de hogyan értessem meg vele? Amikor jön egy dackorszak, hogy jó, hát ez egy teljesen tök jó dolog, hogy te most itt hisztizel valamiért, de akkor ezt fordítsuk meg. Uh -huh. Tehát ö, tényleg nagyon-nagyon nehéz ö, nemet mondani, de abban az időszakban, amikor kijöttem a, a, a mélységből, akkor akkor ezt is megfogadtam, hogy ha valamit nem érzek, vagy nem úgy érzek, nagyon sokszor mondtam nemet, és, és mondok is a mai napig, mert, mert van, amit meg tudok ugrani, valamit nem, és... Ö, van két csodálatos gyerekem, és nem mehet uh, az anyukájuk arra rá, hogy esetleg olyan valamit csinálok, amit vagy fizikailag nem bírok, vagy lelkileg nem bírok. Például nagyon kevesen tudják, de én én, én, én nem, nem, nem bírom a megmérettetést. Azt, hogy érted? Hát most mondok egy példát. Volt, volt egy olyan műsor, ahol uh, Ahova felkértek, na azt elvállaltam, mert azt nagyon szerettem volna, és ennek is meg volt az oka, hogy miért. Eh, ahol ismert embereket kellett leutánozni, mm. éneklésben, külsőleg, mindenféle szempontból. És nekem már a végén annyira stresszes volt, én annyira nem bírom ezt a, ezt a versenyszellemet, holott sportoltam, kézilabdáztam hat évig, az egy teljesen más történet. De az, hogy itt most kiesek, nem esek ki hétről hétre, az ilyesfajta megmérettetést, azt, azt nem, nem, uh -huh. szeret, nem szeretem. Tehát ö, ö, voltam főzős műsorban is, hát az egy ilyen jó pofad dolog, tehát most az, hogy kapok egy aranyfakanalat vagy sem, uh -huh. de ott is például az volt az első, hogy megkérdeztem, na jó, de kik a többiek? Tehát az sem mindegy, tehát, hogy nyilván, a, akit nem érzem, hogy hogy én vele tudnék, jó, hát most nem jó pofízni, ez hülyeség. Aki, aki nem áll úgy közel hozzám, vagy nem tisztelem valamiért, vagy, vagy, vagy számomra ő nem egy olyan, akkor nem is, tehát nem, nem vállalom el. Abszolút nem. Hogyha belegondolsz a párkapcsolatra, mi a legfontosabb neked? Milyen legyen a pasi? Hát ez egy érdekes dolog, én gyerekkoromban mindig azt, azt fogadtam meg, hogy én, ez lehet, hogy furcsán hangzik, de de mégsem. Egy olyan férfit szeretnék, egy olyan férjet, aki karácsonykor meg tudja főzni a halászlevet. Apukám? Csak ez? Nem, nyilván nem, de hogy apukám, tehát nálunk az volt, hogy anyukám főzött, de mindig apukám főzte a halászlevet karácsonykor, meg ugyebár vágta be a, a fát a, a talba. Um, nyilván nem ez a legfontosabb, de, de ez egy szempont volt, hogy tudjon hmm. főzni. Akkor tud főzni. Tud főzni, igen. Tud igen főzni. De nem ez volt a szempont. Um, én azt gondolom, hogy, hogy annyira jól kiegészítjük egymást, annyira... Um, ezt többször megfogalmaztam már magamnak, ez a feltétel nélküli szeretet. Tudod, amikor, Elfogadás. amikor nincs a lila köd, tudod az, ami elvakít, hanem tisztán látod az embert, szerelmes vagy nyilván, hát persze, de de nagyon sokáig kerestem, nagyon sokáig, amíg megtaláltam azt az embert, akit annyira, annyira egy gondolkodásunk volt, tehát meg annyira egy hullámhosszon voltunk, hogy volt olyan, hogy nem, tehát, hogy te mit csinál? Tehát nem értelek el, hát én se értelek el. hogy annyira egyszerre, még akkor nem voltunk együtt, hogy egyszerre akartuk egymást hívni. Ö, meg... Bátor vagy elmondani neki a hiányosságait? Nyilván. Nyilván, persze. Ő ezt hogy fogadja, amikor erről beszélsz? Nem jól. Hát nyilván férfi nem szereti, hogyha elmondom. Megsértődik? Nem sértődik meg egyébként. Magába zuhan? Nem. Kiabár. nem. Nem kiállítózik. <laughs> Valamikor szokott igen, amikor. De mindig levezetem neki, hogyha valami olyan van. Egyébként nagyon fontos, hogy, hogy mi a kezdetektől mindent meg tudunk beszélni. Tehát nincsen tabu téma, nincs olyan, hogy valami bennem marad a lelki, lelkembe, mert, mert nem tudom azt kibeszélni. Ha kell, akkor igen is elmondom, hogy figyelj, ez van. Ez most éppen nem jó vagy éppen jó. Ö, és megbeszéljük. Tehát szerintem ez, ez, a, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy tudjatok beszélgetni nyilván. Ez nagyon igen. fontos. Igen. igen. Ö, de hát nem csak az a fontos, hogy, hogy megbeszéled vele a dolgokat, hanem hogyha ő rájön valami olyan hiányosságra, hiányosságára, ami zavarja a kapcsolatotokat, akkor sokkal fontosabb az is, hogy ő ezen elkezde változtatni. Szokott, Igen. Igen, de nyilván ö, olyan ö, nagy elvárásaim nincsenek, mert akkor nem őt választottam volna. Tehát, hogy, hogy és olyan nagyobb ö, változtatások, mm -hmm. tehát ilyen ilyen, ilyen ilyen apróságok vannak, ami, 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 minden család életében például nem tudom hazajön és akkor és akkor még kicsit dolgozik, vagy sokat dolgozik mm. és akkor. Ö, hogy mondom nek, vagy nem tudom, hogy akkor gyere, egy kicsit játssz, gyere. De, de még közben, hogy el ne felejtse, még elintéz egy telefont, és akkor mm. nyilván, hát azért volt nekem másfél év, amikor nem kerestem semmit. Ő elkezdte építeni a dolgait, hát ez most azzal jár, hogy ő, ő sokat dolgozik, igen. Mm. De, de, hogy azt gondolom, hogy, 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 hogy olyan nagy nagy változtatások nem kellenek, mert, mert akkor nem őt választ. Ha, ha, ha ennyi mindenben meg kellene változtatni, és soha nem is akartam. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy mik a hibáik, ő is pontosan tudja, hogy nekem mik a hibáim. Hmm. Ö, de kölcsönösen sokszor... elfogadtátok egymást így ezek van, szerint. Így van. Nyilván sokszor kiütközik, amikor ö, picit olyanabb a szituáció, de de hogy, hogy meg tudjuk beszélni és, és ezt ezt tudjuk kezelni. Tehát, kinek, tehát melyik az az ember, akinek nincs nincs tökéletes ember, nincs, nincs tökéletes feleség, nincs tökéletes férj, az a lényeg, hogy ketten ezt ti tudjátok kezelni és, és nem nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan nagyon nagy gond lenne, akkor nem lennénk együtt. Mind a ketten egyébként vonzódunk egy kicsit az ezotéria világához, tehát hiszünk bizonyos dolgokban, és azért ezek, ezek, nagyon fontos dolgok, akár egy gyereknevelésnél, amikor, amikor azt mondja az egyik kisfia, vagy azt mondta az egyik kisfiunk, hogy, hogy jaj, ott a kisfiú a lépcsőn, és hát nyilván nem, mi nem láttuk, nem volt mm. ott, de de hogy nem az volt, hogy az egyik önk azt mondta, hogy jaj, kisfiam, nincs ott semmi, hát felejtsd el, hanem úgy próbáltuk azt mondani neki, hogy tényleg ott van, jaj, de jó, hát akkor, akkor köszönj neki, és akkor menjünk tovább. Tehát, hogy, hogy abszolút hiszünk bizonyos dolgokban, ami mind a ketten, ami mondjuk azért így könnyebbé tesz nagyon-nagyon sok mindent az életben. Az egykori mélypontodhoz képest voltak azóta mélypontjaid? Igen. Mi okozza ezeket a mélypontokat? És ilyenkor mit csinálsz? Ö, olyan dolgok okozzák, ami, amiről nem szeretnék beszélni, uh -huh. de, de hogy ezt is meg lehetett oldani. Tehát, hogy uh -huh. nagyon sok beszélgetés barátnővel, bárkivel. Tehát, hogy, hogy, folyamatos beszéd, beszéd, hogy ne maradjon bennem, bennünk akár. Úgyhogy egy, 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 ilyen nagyon komoly mélypont volt, uh -huh. de, de, de szépen, szépen túljutottunk rajta. Uh -huh. Na, rengeteg beszélgetéssel. Mennyire jutott eszedbe, hogy olyan jó lenne ezt a rossz közérzetet, hangulatot, feszültséget esetleg nyugtatóval pótolni. Nem jutott eszedbe? De, de már nem olyan nyugtatokkal, hanem hmm. elmentem és vettem citromfűteát. Hmm. Elmentem és vettem olyan, olyan vitaminokat, amik vagy, vagy, vagy ilyen növényi citromfű, komló ilyen növényi hmm. dolgokat, ezzel próbáltam meg, ezeket, de de egyet kikötöttem akkor, amikor uh, uh, általában sikerült letennem azt a három iszonyatosan rossz gyógyszert, amit, a, amit nem is hiszem el, hogy én azt hat évig szedtem, és hogy az, hmm. az nem tett bennem semmi olyan kárt, uh, hogy soha többet. Tudom, mindenki azt mondja, soha nem mond, hogy soha, hmm. de én azt még egyszer, pláne két gyerek mellett nem csinálnám végig, nem. Vannak más megoldások, vannak jó megoldások. Hála az égnek, hogyha tényleg úgy volt, akkor, akkor besegített a mama, vagy a sógornom, vagy a testvérem, hogy mondjuk elvitte egy kicsit a gyerekeket, hogy tudjak pihenni, mert, mert sokszor kimerült is vagyok, nagyon-nagyon kimerült. De hát ez meg szerintem teljesen normális dolog, hogy az Te ember, ez. fiúk hajnalba kelnek. Tehát a apa... Te későn kellő vagy? Nem. Nem. Én a, a, ugye, a, a, még volt ez a baby sisters korszak, hogy éjszaka is jártunk, mm. diszkók, fellépések, hajnalba értünk haza, az már nekem régóta nincsen. Úgyhogy hát én ilyen kilenc körül alszom. Gyerekek nyolc fél kilenc, mm. én meg kilenc. Szinte tyúkokkal. Mi? Így van, és akkor reggel meg mivel kelnek a fiúk, mert... Apa nagyon aranyos volt, amikor pocakba voltak a gyerekek, minden nap simogattak, és kenegette a jó nagy pocakomat, és mondta, hogy fiúk, ilyenkor lehet kelni, volt reggel 5 óra, mert apa ilyenkor már kell, előbb nem szabad, de ilyenkor már lehet, hát nyilván 5 és 6 között kelnek azóta is. Uh -huh. Viszont cserébe ö, emberi időbe le tudok feküdni, uh -huh. aludni. Uh -huh. Le tudunk feküdni, és pihenni tudunk. Tehát amikor voltak a mélypontjaid, akkor nagyon gyorsan megfogalmaztad, hogy ez mélypont. Igen. És akkor elég gyorsan is kértél segítséget Igen. ezek szerint. Igen. Tehát nem esik nehezedre, hogy segítséget nem. kérjél. Mert nagyon sok magyar emberben ott van az a szégyen, hogy hogyha én mentális lelki dolgok miatt kérek segítséget, hogy ez az rossz, az tilos, hogy a szégyen. Tudod, mit gondolok erről, hogy nagyon sok ember ö, nem volt még akkor annyira mély ponton, mint én, és nem csinálta végig azt, amit én. Ö, mert szerintem az, aki, aki azt mondja, hogy ez tilos, ez szégyen, ö, ő akkor nem volt lent, nem volt nagyon lent. A legtöbb emberben ott vannak az előítéletek, hogyha elmér segítséget kérni, akkor biztos hülye vagy. Tehát idézőjelben, idézőjelben értem, értem, hülye értem. vagy, tehát zakkant vagy, vagy megbolondultál, vagy bármi. Tehát a magyar emberben elég nehezen ivódik az bele, hogy Hogyha ilyen érzelmi konfliktusaid vannak, azt legtöbbször egyedül nem fogod tudni megoldani, hogyha nem rendelkezzel a tudással, hogy kimondjál dolgokat. Igen. Mert hát előszeretettel mutogatunk másokra. A külvilág a felelős, Há, le, a, mindig másik a hibás, Igen. de hogy megkeressük a saját felelősségünket egy adott folyamatban, hogy mi az, amit mi nem merünk észrevenni, és ez miért van. Önbizalommal hogy állsz, Gabi? Ö, én azt gondolom, hogy nagyon sokat javult az önbizalmam, de de hogy mindig, de, aki ismer, azt tudja, hogy, hogy amióta voltak ezek a... volt az a nagyon nagy mélypontom, tehát én világéletemben én nagyon vékony lány voltam. Így ismertek meg, Ö, amikor a baby Sisters be bekerültem, nekem előtte volt egy elég komoly műtétem. Egy jó indulatú daganatot ö, ö, távolítottak el, ez még 17 éves koromban volt, és én utána kerültem be a Baby sisters -be. egy jó 3-4 hetes kórházi kezelés, és egy elég súlyos műtét után, tehát magamhoz képest is vékony voltam, tehát nem tudom, 44 kiló, tehát hogy ilyen rám fújtak és elfújt a szél, na így ismertek meg. Aztán persze ment a Baby Sisters, ment a Baby Sisters, akkor a, ez alatt elvesztettem az anyukámat. Nyilván két hét, két hetet kihúztunk, de az a két hét, az pont semmire nem volt elég. Nem, nem gyászolni, meg nem arra, hogy egy kicsit, kicsit foglalkozzál a lelkeddel, magaddal. És mentek tovább a fellépések, még csak... Egyszer csak éreztem, hogy itt itt kész, itt, itt, itt vége van, tehát nem, nem bírom tovább semmilyen szempontból ki. Jöttek a fizikai tünetek, és akkor kezdtem el szedni ugye bár a gyógyszereket, és az, azokat szedtem 6 évig. De hogy ezt most miért kezdtem el mondani, mi volt a kérdésed? Elkanyarodtam. Nem baj. Nem, Nem csak, mert hogy ö, olyan szépen elkezdtem felvezetni, és ö, hogy mit akartam ebből kihozni. Ja igen, hogy az önbizalom. Ha, 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 ha. Képbe vagyok. Látod, hogy eszedbe jut. Igen, hogy ne. Ö, hogy a gyógyszereknek a hatására, meg attól, hogy megnyugodtam, egyik pillanatról a másikra, egy-két-három hónap alatt, hops, így felszaladt egy ilyen 6-10 kiló és ott már, ó, ó de meghízott, de még akkor is azt mondom, hogy 56-7 kiló voltam, tehát, hogy olyan kis nőc is. Na de én már akkor állandóan diétázni akartam, mert én kövér vagyok, mert azt kaptam, hogy meghíztam. Tehát ezt valahol, most ezt hogy mondjam, nem tudom szépen mondani, belém súlykolta a média, a, a mindenki, mert megszokták, hogy ilyen vagyok, de közben meg ilyen lettem, igen, és akkor sem voltam kövér csak. Na és onnantól kezdve ez a le kell fogyni, le kell fogyni, lefogytam. Jó, akkor egy kicsit most lazítok vissza. Tehát, hogy a barátom. Most is van, ez az érzés. Most van is van, vele. az mindig van, az nem tűnik el. Kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van, elkezdtem, ugyebár kötelező volt, muszáj volt tartani a diétát, olyan szépen lefogytam 16 kilót, olyan kis, én azt gondolom, hogy kis csinoska voltam. Más meg azt mondta, hogy hallod, be van esve az arcot, hogy nézek. Tehát soha semmi nem jó senkinek. Tehát, hogy kicsit, kicsit ilyen érdekes volt, hogy jaj, már ne fogyjak többet, mert mások az emberek. Tehát valaki szereti, hogyha egy nő picit olyan teltebb, mm. de csinos, valaki meg szereti azt, hogyha hát egy nő igenis a színpadon legyen 45-50 kiló, vékony, tökre egyetértek de én nem ez leszek. Én már nem tudok az lenni. Ott van a két gyerek, tartom a diétát, de egyszerűen valamiért most meg megint nem akar <laughs> lemenni az a pár kiló. Szóval ez, egy, ez az egy, uh, Imre, ami egy örökös harc az életemben, és nem tudok vele megbarátkozni. Szeretnék én 10 kilóval kevesebb lenni, és csak annyi kellene, hogy megint elkezdem gramra számolgatni a, a mindent, csak Annyira nincs rá energiám. Uh -huh. Annyira, hogy. <gül> <gül> a világnak nem lehet megfelelni. Én erre már rég rájöttem, mert bennem is voltak annak idején nagyon-nagyon régen ilyen érzések, de én erre nagyon egyszerűen jöttem rá. Tehát mutatom feléd a telefont. Ez a telefon jelképezi azt az energiát, amivel tegyük fel, én neked akarok megfelelni. Hogy te elfogadjál és szeressél engem. És te ebből a telefonból mondjuk látod talán a tetejét, az elejét igen, az oldalait nem látod, hozzá tudod képzelni, de ugyanakkor nem érzed ennek a súlyát. Igen. Tehát amikor valaki igyekszik megfelelni a másiknak, a másik ennek az energiának a töredékét látja csak. Igen. Mert én érzem, hogy az energia nekem milyen terhes, milyen nehéz, milyen súlyos, mennyi időbe kerül, miközben csak a töredékét kapom vissza elismerésként. És amikor erre rájöttem, és akkor megfogalmaztam azt is, hogy ezzel a viselkedéssel valójában a saját energiámat pocsékolom. Tehát, mint hogyha önteném a szitába. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha én ezt az energiát, amivel igyekszek megfelelni másoknak, önmagamba kezdeném befektetni. Mm -hmm. Mert én tudom értékelni ennek az energiának a súlyát. Én tudom értékelni az időt és amit ez jelent nekem. És onnantól kezdem már nem akarok megfelelni senkinek sem. Csak magamnak. Igen, és ez, akkor... ez mindennel így van, nem? Tehát Igen. az emberek annyira tisztelet a kivételnek, de olyan rosszindulatúak. Meg ez, 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 ez a média, ez a. De Gabi. Tehát, hogy, hogy egyszerűen van, akinek semmi nem És jó. akkor mi van? Semmi. Most csak általánosságban mondom, Legyen. hogy. Meg vannak keseredve, so annyi de, ember. de ez az ő dolguk. Így van. De az ő megkeseredése nem fog engem fejleszteni. Ez így Nekem van. Nekem nem fog jó érzéseket okozni, mert hogy ő keserű, és pessimista, és negatívan látja a világot. Ez az ő ideje, az ő energiája. Én le tudom vonni a tanulságot, hogy ez mit fog eredményezni, hogyha én ilyen maradok. De a hangod az változott, hogy amikor plusz 5 kiló, vagy plusz 10 kiló, mínusz 10 kiló, a hangod az ugyanaz? Semmi. Semmi. Ugyanazzal a lendülettel tudod előadni a dalaidat? Még talán nagyobb lendülettel. Akkor meg miért foglalkozol azzal, hogy most plusz vagy mínusz 10 kilo? Ez így van. A, ami, ahonnan indultunk, a megfelelés. Igen. Igen, hogy, hogy én, én, én bizonyos dolgokban nem vagyok hajlandó megfelelni senkinek, csak de hát saját akkor magamnak. Ebben a. ebből meg miért? Mert nem tetszem magamnak. De hát akkor nem legy, és azért nem tudsz lefogyni, mert hogy nem akarod elfogadni most magad? Lehet. Mert hogyha nem akarod elfogadni magad, akkor most nem is tudod szeretni magad, mert akkor haragszol magadra. Így van, de én szeretem magam, mármint hogy én teljesen elégedett vagyok magammal. Csak azt nem szeretem, amikor visszanézek valamit, és azt látom, amit nem akarok látni. Hát, de te tudod, így is, úgy is, hát látod hát, magadon. Szajnos, Tehát igen. emlékszel, hogy igen. milyen voltál, 44 igen. kilósan, igen. és igen. látod, hogy most mennyi igen. vagy, x pluszan. És akkor mi van? Igen, csak az a baj, hogy, hogy sajnos ebben a mai világban, mivel, hogy kint vagyok a reflektorfényben... Ö, ez, hogy miért téma embereknek ez a fogyás állandó. állandóan... Legyen, 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 mert hát most, most ez a szépségideál az ez. De hát neked is van a saját szépségideálod, mert hogyha te belenézel a, a tükörbe, és tudod, hogy énekesnőként te hiteles vagy önmagadnak, anyaként hiteles vagy önmagadnak. Partnerként hiteles vagy önmagadnak is, mert amit elmondtál, hogy a párkapcsolat építésében, hogy, hogy mindenről őszintén beszélgettek, és nincsen tabu téma, ezt a legtöbb ember nem meri elérni. Legtöbb párkapcsolatban élő ember. Pedig nagyon fontos, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ö, ismerned kell nagyon a párodat ahhoz, hogy tudjad, hogy hogy kell bizonyos dolgokat beszélni, de ez oda visszaműködik. Tehát, hogy nem mindegy, hogy például mikor hozott fel a témát, tehát, hogy annyi apróságon múlik és csúszik el egy ilyen szerintem sok mindenkinél, hogy a végén már azt mondja, hogy á, hagyjuk, á, inkább nem. A legtöbb ember ezt mondja. Tehát összességében, hogyha most összefoglalnád azt, hogy amit felsoroltál, hogy imádod csinálni azt, amit csinálsz, a partnereddel, a férjeddel nagyon jó, jól vagy, a megbecsülnek, szeretnek, stb. Akkor miért akarsz mégis megfelelni a környezetnek? Hát kit érdekel, hogy olyan emberek mit mondanak rólad, akik, akik nem is ismernek, hanem csak a külsőd alapján ítélnek meg. Igazadban. És akkor mi van? Igazad van. Miközben te önmagad életében rengeteg olyan plusz tudsz felmutatni, amit a gyerekek imádnak, szeretnek, örülnek, amikor hazaérsz, nyakadba ugranak, <laughs> hogy szia anya, meg stb. És képzeld, mi történt velem az oviba, és csacsognak, és nyüzsögnek, és megfogják a kezed, jön a férjed, aki szintén el Tehát... Még teljesen igazad van. Ez egy kerek élet. Igen, ezért mondom, hogy, hogy, jól vagyok. Tehát, hogy belül tök jól érzem magam, amiről beszéltünk, az az egy, amit most így át is értékelek, így, hogy beszélgettünk róla. De hát nem biztos, hogy átértékeled, mert jönnek a rossz megjegyzések, hogy hogy nézel ki, és abban a pillanatban te ezt elfelejted. Nem fogom. Sok mindent, sok mindent nem felejtek el. Nagyon sok minden, sok jó tanácsot, sok mondatot, ami, ami nagyon régóta így cseng a fülemben. <laughs> Úgyhogy. Ö... Vannak még félelmeid, Gabi? Ö... Igen. Egy. Ki <laughs> Kikerekedett a szemem. Nem, 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 nem. Csak az jutott eszembe, hogy ezt, Elmondhatod-e, vagy nem? Ezt elmondhatom. És az mi? Uh, elég későn találtuk meg egymást a férjemmel, így későn is születtek a gyerekek, és uh, és nagyon szeretném látni fel, hogy hogy nőnek fel a gyerekeim. Vagyis? Mitől Vagyis félsz? nagyon sokáig szeretnék élni, és... Uh, és szeret... Ez egy vágy, de mitől Igen? félsz? Hogy hogy, min, hogy az élet valamiért ezt így keresztbe vágja, és... Vághatja. Igen. Hát keresztbe vághatja, nem? Igen, nagyon is. És, és, én ezt, és ezt, ezt ettől félek. Hogy? Nem, nem akarom őket itt hagyni. Ezen a, tehát, hogy, hát, hogy így elengedni. Jó, nyilván, de, de, de szeretni szeretnék unokázni. Hát jó, hát lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem. Igen, vagy vagy, 50-50 százalék. Figyelj, az az igazság, hogy abból indulok ki, hogy hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy, hogy ne történjen semmi. Remélhetőleg olyan leszek, mint apukám, Pukám-hegy lakó. Igen, lehetséges. De a meg nem oldott félelem, az meg tudod van ez a jó magyar szólásmondás, hogy ne fensd az ördögöt az a ördögöt a, falra, a... mert az megjelenik. Igen, nem, nem egyébként ezt el szoktam hessegetni. Ezt a gondolatot, De csak rákérdeztél. Kér... Rá hát rá. kinek, kine, kine, kine. Imre, ki az, aki nem gondol a halálra? De most komolyan. Hát jó, hát most itt a Covid alatt, most hát rengeteg ember bárki, gondol, hogy váratlanul. Beülsz az autóba na, egyik pillanatra, pontosan. a másikra. hát Igen. Rengeteg balesetről hallunk. Halálos balesetről, meg bármiről. De én meg erről úgy gondolom, úgy gondolkodok, hogy sokkal fontosabb az az érzés, hogy én egészen odáig, amíg meg nem halok, hogy hogyan élem az életemet mert uh, ha van benned, vagy bárki be egy rettegés, egy félelem, akkor ez öntudatlanul megtanítod a gyerekeidet is erre. Aha. De ezt le lehet? Le lehet győzni? Jó, ny nyilván nem minden, de Imre, nem nem reggel ezzel kell és ezzel feszek. Tudom, rengeteg dolgod, most csak erről Igen. beszélgetünk. Igen. De összességében, hogyha uh, én például megértem azt, hogy a céle a fontos, hogy majd egyszer majd unokázzál, vagy a mai nap, amit te teljes értékű életnek élsz meg. Mert az a mai napról szól. Utána, hogyha holnap kinyitod a szemed, és élsz, akkor a holnapi napért megteszel mindent. És akkor egyszerre azon kapod, hogy ott fogod dédelgetni az első uncsi. Így van. Lát, például. Tehát nagyon sok ember a célokat tartja fontosnak, miközben, ahogy én gondolkodom, a célok azok csak állomások az utam során. Uh -huh. Tehát az úton lenni a fontos. Mert a célok azok jönnek-mennek. És ezek a célok néha összejönnek, néha nem. De, a változó. De nem is ez a lényeg, hogy most összejönnek vagy nem. Hanem, hogy én végig azt érezzem, hogy rajta vagyok az úton. Mm -hmm. Hogy hiteles legyek önmagamnak, hogyha én lennék te hiteles legyek önmagamnak, amíg ezzel a hanggal bírok, hogy embereknek átadjam ezt az érzést, ami nekem fontos, ami miatt énekelek hogy a gyerekeimet megtanítsam az öröm és a fájdalom megfelelő kezelésére. Hogyha már megtaláltam azt az embert, akivel jól élek, és akivel bármit meg lehet beszélni, és nincsenek tabuk, hogy ezt nap mint nap megőrizzem. Nekem ez lenne a fontos. Hát persze, de ez is fontos. De nem az, hogy most mások mit mondanak, hogy most kövér vagy, vagy nem vagy kövér. És visszakanyarodtunk. Igazad van, meggyőztél. Én nem akarlak meggyőzni. De győzzél, nem akarlak meggyőzni. Figyelj, gondolkodj. Meg az hát, egy hogy... dolog, hogy jót mondok, de de én tudod, a gyakorlat mutatja meg igazából, mert én arra már rájöttem, hogy az egyik ember rossz lábbal kell fel, van egy adott megoldatlan konfliktusa valakivel. A képen kövér volt, a másiknak van egy konfliktus a valaki, valaki sovány volt, és az egyik nem szereti a soványokat, a másik nem szereti a kövéreket például. És te megkapod mind a két infot. Uh -huh. De nem lehetsz, hogy mi van az ő fejükben. Uh -huh. De hogyha te ennek ellenére, hogy kinézel, hogy jól érzed magad a bőrödbe, és érzed azt, hogy ambe te hiszel, azt maradéktalan meg tudod csinálni, akkor kerek a világot, Gabi. Kerek. Egyébként élnek. Sok cél van, úgyhogy megyünk az úton tovább. Nem, te mész, én, a én. saját utadon. Így van, megyek az utamon, <laughs> ahova ah, elkísér a család. Hova. Így van. Így van, mert öldőn megtanultam azt, hogy az egyik legfontosabb dolog, amikor gyerekekkel beszélgetek, hogy felhívjam a figyelmüket az egyes szám személy fontosságára. Tehát én tanulom meg, én viszem el a hét, ez az én felelősségem, nem az emberek felelőssége. Tehát mindig odafigyelek, hogy egyes szem első szemében beszélek. Uh -huh. Mert akkor a gyerek is ugyanezt fogja majd lekommunikálni. Igen, de egy adott szituációban nehéz Miért? Nem. Na. Hát te hisztál meg, te fogysz le te énekelsz a színpadon, te mondod el a férjednek, ami tetszik, meg nem tetszik. Gondolom, hogy el szoktad küldeni a picsába? Nem. Magadba? Hát, <thinks paying> <Alternatively> <glowing> <Éh>. <storál> <h soybeans> Imre ne tegyél már fel ilyen kérdéseket. Miért, ne tegyek fel ilyen Miért? Kérdéseket? Miért? szerinted más, most nem, nem egy házasságról, hanem, hanem hanem akárkiről, hogy hogy nem szoktad azt gondolni, én sokszor elküldök sok mindenkit melegebbek hajlatra magamba. De, de én, figyelj, a, a múltkor... Beszélek. Ritkán mondom ki. Igen, ritkán mondod ki. De mi a feleségemmel, amikor így ő, ő, ő én tűzlő ló vagyok a kínai horoszkóp szerint, tehát itt köztünk nem szikrák vannak, hanem tűzörvények, amikor adott esetben egymásnak feszülünk. És akkor elmondja, igen Imre, volt egy jó párszor az elmúlt években olyan pillanat, hogy meg tudtalak volna ölni. De tudod, a legfontosabb ennek a kimondása. Hogy igen, elküldtelek a picsába, igen, dühös voltam rád. Te akkor el tudtam volna lekeverni, hogy a fejedet a sarokból szeded össze, még hogyha ez nem is következett be. Mert tudod, hogyha belegondolsz, ezek olyan terhek, amelyeket épp úgy kimondhatnál, és akkor ennek a feszültségét nem cipeled. Aha. Figyelj, igazából amit kérdeztél, hogy el szoktam-e küldeni melegebbé, hm. nem. Mert de... hogy hogy ügyesen elmondom, hogy hát éppen mi a probléma. De, de, de várj, várj, attól még de... egy indulat benned maradhat. Hát indulatosan mondom. Hát indulatosan, de akkor mi nem indulatosan? Ha valami olyan van, de ez bárkire igaz, nem csak a, a férjemre, hanem, hanem hanem a barát. Tehát én, 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 én nem kertelek soha, én a barátnőmnek is megmondom, hogy figyelj, hülye vagy. Nem így kell, ne csináld, nem lesz ez így jó. Tehát, hogy én... Oké, nem. de ugyanakkor... És elvárom, hogy ve nekem is elmondják. És a férjed el szokott küldeni, hogy na, töpörtjük én húzápicsába? Nem. Ő miért nem? De ő is megmondja, hogy ha valami olyan van, de azért nálunk ilyen beszéd nincsen. A gyerekek is olyan cukin beszélnek. Nincsen ilyen indulatos szó. Hát csúnya szó nincs. Hát mi a csúnya? Tudod, hát ez gondoltam. viszonylagos. Mi a csúnya? <laughs> hát a káromkodni egyre nem szoktunk. Mm. Megbeszéljük, szépen. Lehet, hogy indulatosan, de még azt gondolom, hogy még mindig jobb, hogyha az ember kibeszéli magából. Igen, de ilyenkor sok tányér szokott eltörni, nem? Nem. Tehát... Egyszer se tört, véletlenül tört el egyszer egy tányér. A, ez most kifogás? Tessék, nem tényleg véletlenül tört Mert nem, 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 nálunk nem jellemző ez a dobálózás. Ajtócsapkodás. Az Telefon letétel így, hogy beszélget, és akkor Menj, És akkor így kinyomod. Nem, nem. nem. Figyelj, mennyire gondoltál arra, hogy oké, okay, hogy szépen elmondod, de akkor, amikor elmondod, akkor teljességgel megszabadulsz a feszültségtől? Nem Amikor mindig. indulatosan nem elmondod neki. Nem mindig. Indulatosan, de nem azzal az intenzitással mondod el, amilyen érzések keletkeznek benned. Akkor nem gondolsz-e arra, hogy lehetséges, hogy ennek a feszültségét cipeled? Azt a pici, tehát kiadtad a 70%-et. A 30% benned marad, és akkor ilyenkor legtöbb ember kompenzál valamivel. Kajával. Uh -huh. Mert hogyha én kiadom száz százalékban a keretek között, persze. De hát akkor megnyugszom. Uh -huh. Öm, ne a férjemről beszéljünk, mert. Jó, hagyjuk most a férjemről, Nem, bármire, hanem, hanem általánosságban. Van olyan, amikor, amikor nem teheted meg, hogy úgy mond mm. ki azt, amit akarsz ahogy ezt szerinted megérdemelné, vagy ahogy szerinted igazából belülről gondolod, hogy na ez, e, hát most, most, mert tudod, hogy mit bír el a másik. És lehet, hogy hogy te úgy érzed, hogy, hogy ki kellene mondanod, de nem tudod kimondani, mert pontosan tudod, hogy a másik hogy fogja le, le, reagálni. De mi van akkor, hogyha te ezt megkérdezed a másiktól, hogy figyelj, kimondhatom azt? amit most őszintén kimondhatom -e azt, amit most érzek irányodba? Én mindig elmondom, nem, amit gondolok. De nem, 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 Aha. megkérdezett. Elmondhatom őszintén a frankót, amit gondolok most? Azt még. igen. Erre te, menj a picsába, <laughs> Hát tudod, hogyha. Értem. De egyébként, hála az égnek, olyan emberek vannak a környezetemben, olyan barátok, hogy ezekkel simán meg tudom csinálni, ezekkel a barátokkal. Mert pont azért, mert őszinte vagyok, és ha valami olyan, akkor ezt simán el tudom mondani. Mm. Viszont. Amit az előbb mondtam, van olyan szituáció, amikor hmm. ezt így Megtom. nem mondhatod ki, viszont akkor annak a barátnőmnek elmondom, hogy féje, hallod, mi történt, hát és akkor kimondom. -e? De akkor elég lesz-e? Mert legközelebb is találkozol azzal az emberrel. Meg lehet, hogy utána nem. még sokszor. Vagy Vag nem. nem. Mert Vag nem. lezárom. Vagy az is le. Mert nagyon-nagyon sok mindenkit lezártam. Nagyon kevesen vannak a, a baráti társaságban. Jól tetted. Képzeld el, egyik barátom egy uh, trombózist kapott a nyáron, és uh, 40 volány éves. És mikor bekerült intenzív osztályra, majdnem meghalt, de olyan gyenge volt, hogy uh, egy adott reggeli sztori után nem tudta kitörölni a fenekét és a nővérke ott volt, egy ilyen nagyon izmos pasi, tett erős, stb. És miközben a nővérke oldalra fordította, és törölte ki a szart a elkezdett azon gondolkodni, hogy valójában megérje, hogy olyan sok emberrel tartson kapcsolatot, akivel kapcsolatosan ő gyűjti a feszültséget. Igen. És azt mondta, hogy ha jön, minden kikerül, akkor elkezd mindent megváltoztatni. És hiába voltak bizonyos emberekkel, bizonyos jó üzletinek susai, de mivel emberi kapcsolatok, megfelelő emberi kapcsolatok mm, nem, voltak, nem voltak, ő ezeket lezárta. És elkezdte jobban érezni mm -hmm. magát. Hát ezt én is megtettem. Tőle volt egy, egy Rádgéber László, egy edző, és ő egyszer olvastam, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy az ember, ő a borokra vetítette ki, hogy hogy nem minőségi borokat igyon, de én azt gondolom, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy olyan embereket cipeljünk, akik bennünk nem látják meg az embert, hanem vagy ilyen, meg miért, vagy olyan, meg miért, vagy amolyan. Mert rengeteg a felszínes ember. Oké, okay, de minek, minek cipelni? Hát ezeket? nem kell. Hát felesleges. Így van. Sokkal fontosabb Így van. egy döntést hozni Így és van. azt letenni. Így van. Képzeld, ezekkel a döntésekkel tudod fokozni és fejleszteni az önbizalmadat. Mindig. Egyébként mindig mondják, hogy nagyon jók a megérzéseim. Sokszor hallgatok rájuk, de Néha amikor nem. meg nem, akkor meg bebizonyosodik, hogy. Tanuló hallgatni pénz. kell, így van. Tanuló pénz. Így van. Így van. Képzeld el, Gavi, elmúlt hm? több mint 30 óra. Mondjam, De. Jót beszélgettünk, én jól éreztem magam. Igen. Szerintem is jót beszélgettünk. Igen. Tehát mondod, hogy És jó, vele... hogy ingyen volt. De nem az, ja, ez, ez már egy, -egy kis kiszólás. Szóval, de belegondolok abba, hogy, hogy mennyi mindent teszel azért, hogy, hogy harmonikus kapcsolatban éljél, hogy szereted, imádod a munkát, amit csinálsz, a gyerekeidet. Csak egy dolog hiányzik még. Mi? Elfogad magad olyannak, amilyen vagy most, külsőre. Képzeld el, az elfogadással amikor már nem foglalkozol ezzel, hogy most hogy nézel ki, akkor fogsz elkezdeni fogyni. Addig nem. Kipróbáljuk. Már látod, mit csináltál megint? Hallod? Mit mondtál? Ismétel meg, mit mondtál? Kipróbáljuk. Na akkor ezt egyes szám első személyben... Mármint, hogy én kipróbálom. De, de miért nem ezt mondod? <laughs> Ha? Nem, azt szerettem volna, hogy én és a testem kipróbáljuk. Ja, ed meg a rizsázás, a kifogás keresés, kipróbáljuk. Nem, 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 nem. Hát kíván... Majd meglátod. Kívánom neked, hogy összejöjjön, mert... De nem is ez a fontos, ugye? Erről beszéltünk ideig. Nem. Hogy le kell ezt nem, tenni? Az, a, az a, font... Nem, 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 az a fontos. Az a fontos, hogy te azon az úton, amin haladsz, érezd, hogy ez a te utad. Mindenben. Jobban, rosszban. Mindenben, mert a te utad. Igen. És csak is önmagaddal önmagadnak tartozó elszámolással senki másnak. Senki másnak. És ezt így fogom csinálni. Te tudod magad szabadon fogni, senki más. Én nem fogom látni. Ez így van. Csak te fogod tudni és érezni. De fogod látni, mert remélem találkozunk még. Kedves urak hölgyek! <laughs> A ma esti ma flash eddig tartott, köszönöm szépen, és fogadják szeretettel a Sklenárkabival folytatott beszélgetésünket. Sok-sok felismerés van, amit tudnak használni a gyakorlatba is. Minden jó önöknek. Köszönöm, köszönöm szépen! szépen. Sziasztok!